Gyártóüzem Nagykállóban. Több mint 800 millió forintos beruházás alapkövét tették le kedden a nagykállói ipari parkban. Télen különösen fontos a láthatóság. Az autóvezetéshez szükséges döntések és mozdulatok 90%-a a látástól függ. Komoly változások a szakképzésben. A január 1-én életbe lépő új törvény hatásairól tanácskoztak szerda délelőtt a megyei kereskedelmi és iparkamarában. Több mint 800 millió forintos munkahelyteremtő beruházás kezdődik a nagykállói ipari parkban. Ez a Kölcsei Televízió híradója. Üdvözlöm Önöket! A Kiskertészek Zöldség és Gyümölcstermelői Kft. Egy több mint 1800 négyzetméteres élelmiszer és táplálék kiegészítő gyártóüzemet épít. A beruházáshoz 437 millió forint vidékfejlesztési támogatást is kapott a cég. Az új üzem szerkezeti elemei már itt vannak a nagykállói ipari parkban. A beruházás jó ütemben halad, még ebben az évben tető alá hozzák, közölte a Kiskertészek Zöldség és Gyümölcstermelői Kft. Vezetője. Az üzem március végére már a gyártógépek fogadására alkalmas lesz. A tervek szerint 2020. júniusban kezdődik a próbaüzem. A létesítmény kialakítására 437 millió forint vidékfejlesztési forrás nyert a cég, de önerőből is gazdálkodik a fejlesztés során. Ezt meg kell kettővel szorozni, ez a támogatás összege, ugye a másik része ugye a saját erő, és így ez lesz a beruházás összege, és ebből tudunk megvalósítani egy több mint 1800 négyzetméteres épületet, amelynek van egy úgynevezett gyártó része, amelyben még úgynevezett gyógyszergyári körülmények, tiszta teres területe is van, hiszen ez alkalmas olyan termékek gyártására is, valamint a komplett raktár, és akkor ezen belül pedig minden ehhez kapcsolódó ugye termék, akár kapszula, akár a tablettás, vagy bármilyen poros folyadékos terméknek a gyártására alkalmas gépek. A beruházás munkahelyteremtő is. Körülbelül 5-6 fő gyógyszerészt, műszaki szakembereket, illetve a gyártó részlegre is keresnek majd dolgozókat, összesen körülbelül 35-40 főt, valamint a zöldség és gyümölcs alapanyagokat is helyi termelőktől szeretnék majd beszerezni. Megyében a gazdálkodók pályázati kedve a vidékfejlesztési program keretében igen magas. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal agrárfejlesztési főosztálya kezeli az országban a legtöbb vidékfejlesztési pályázatot. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a már lekötött források, amelyek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe érkeztek, vagy terület alapú támogatás formájában, vagy pedig valamilyen fejlesztési pályázat formájában, a 175 milliárd forintot már meghaladják ebben az Európai Uniós ciklusban. Ez a kiemelkedő megyei pályázási kedvnek köszönhető elsősorban, és ennek eredményeképpen azt is láthatjuk, hogy a foglalkoztatás javításához is hozzájárul az élelmiszergazdaság. A nagykállói önkormányzat több mint 3 milliárd forint Európai Uniós forrásból gazdálkodhat, ebből jó néhány felújítást finanszírozhatnak. 4 milliárd forint pályázati forrást pedig a gazdálkodók nyertek el, közölte a térség országgyűlési képviselője. A vidékfejlesztési programban és a GINOPOS programokban közel 300 gazdálkodó és kisvállalkozó kapott lehetőséget, többek között az egyik ilyen, ahol most állunk, annak a táplálék kiegészítő üzemnek az építésére kapott a Kiskertészek szövetkezet lehetőséget a vidékfejlesztési programban, aminek az alapkövét most tettük le. Ez egy nagyon úttörő vállalkozás, és reméljük, hogy a térségben példát fog mutatni. Az ipari gyümölcsök feldolgozására egy ettől kétszer nagyobb üzem építésére nyert a cég támogatást. Ott a legmodernebb termékek gyártásával foglalkoznak majd. Például gyümölcspüréket, préselt italokat készítenek majd. Ezt a beruházást szintén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében tervezik megvalósítani, közölte Bölcskei György. Az autóvezetéshez szükséges döntések és mozdulatok 90%-a a látástól függ. Ezért a szakemberek szerint télen a teljes szélvédőt hó- és jégmentesíteni kell, nem csak azt a kis felületet, amin kilát a sofőr. A látni és látszani kampányban a világító berendezéseket is ellenőrzik. Egy szennyezett fényszóró például világítási teljesítményének legalább 30%-át elveszíti, ami télen különösen balesetveszélyes lehet. Ez a gépkocsi nem indulhat útnak ilyen hóréteggel.
de erre az autóra is ráfér még egy kis takarítás, így ugyanis még nem vezethető biztonságosan. Télen nem csak a gépjármű lámpatestjeinek tisztasága és az izzók megfelelő minősége fontos a láthatóság szempontjából, egy komolyabb hóréteg is veszélyes lehet, ha az autó tetején marad. Akkor válik ez veszélyes, amikor már megcsúszik ez a hótömeg, és a szélvédőre csúszva szintén akadályozza a gépjárművezetőt a kilátásban. Hátrafele a menetszél porhót fog vinni, majd a napközben, hogyha ez megfagy a teteje, és utána egy fékezés vagy egy gyorsítás következtében ez lekerül a tetőről, vagy kamion ponyvájáról, akkor ezek a jégdarabok, ezek a kemény jégdarabok már viszont balesetet is okozhatnak, betörhetik a szélvédőt, arra kényszeríthetik a többi közlekedőt, hogy elrántsák a kormányt, illetőleg, ami kevésbé ismert, de gyalogosnak is sérülést okozhatunk azzal, hogyha egy ilyen borotva éles jégdarab a gyalogátkelőhely előtt fékezve a gyalogosra fog zuhanni. A szakember éppen a refraktométert használja, ezzel lehet a folyadék tulajdonságait mérni, például az ablakmosó vagy a hűtő folyadék fagyáspontját. Mielőtt beköszöntenek a rendszeres mínuszfokok, érdemes ezeket is ellenőrizni és fagyálló folyadékokat használni, hogy megóvjuk a gépjárművet. A látni és látszani kampányban emellett számos dolgot ellenőriz a rendőrség. A gépjárműveken nyilvánvalóan, amikor megközelítenék minket és felkapcsolt világítással, az, hogy ezek működnek-e, amennyiben valamelyik világító berendezés nem működik, vagy nem úgy működik, akkor azt mindenképpen idézőjelben szóvá fogjuk tenni, szólunk a gépjármű vezetőjének, amennyiben tudja, akkor saját kezüleg, amennyiben pedig ugye néhány típusnál ez nem lehetséges, úgy szakszervízben ezt javítassa meg, hiszen közös érdekünk az, hogy biztonságosan közlekedjünk. A szakember azt is hozzátette, fontos a szélvédőket teljesen hó- és jégmentesíteni. Ezt a járómotorú autó fűtése körülbelül 5 perc alatt megteszi. A hidegben egyébként is azt tanácsolják a szakemberek, mind a dízeles, mind a benzines autókat érdemes járatni pár percig indulás előtt, hogy hosszú távon megóvjuk a gépjármű motorját. A szakképzés átalakításának legfontosabb kérdéseiről tartott konferenciát szerdán a megyei kereskedelmi és iparkamara. A tanácskozáson elhangzott, a január 1-től érvénybe lépő új törvény által több juttatásban részesülhetnek a képzésben résztvevők, az oktatásban eszközölt változások pedig még inkább lehetővé teszik a digitális kompetenciák átadását. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium november elején jelentette be, hogy tartalmában és módszertanában is megváltozik a szakképzés 2020-tól. Szerda délelőtt erről szervezett tanácskozást a megyei kereskedelmi és iparkamara, amelyen megvitatták, hogy a megfelelő működés érdekében milyen változásokat kell végrehajtani az oktatásban, és hogyan befolyásolhatják a változások a munkaerőpiacot, valamint a vállalkozások versenyképességét. Szeretnénk felhívni arra a figyelmet, hogy milyen nagy jelentősége van annak, hogy szakképzett munkaerő rendelkezésre álljon a vállalkozásoknál, és ennek érdekében különböző támogatási formák vehetők igénybe, és igazodni kell ahhoz, hogy keresletvezérelt szakképzést, keresletvezérelt képzést támogassuk és szorgalmazzuk, hiszen nagyon fontos az, hogy a vállalkozók a rendelkezésre álljon olyan munkaerő, aki megfelelően képzett, szakképzett és a modern technika vívmányait tudja alkalmazni. Gurbánné Pap Mária, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatója a tanácskozáson a legfontosabb változásokról tartott előadást, melyben kiemelte, hogy az iskolarendszerben történő oktatásban is lesznek új elemek. Az új törvény azonban elsősorban arra irányul, hogy a duális és felnőtt képzésben nagyobb hangsúlyt fektessenek a gazdálkodó szervezetekkel való szorosabb együttműködésre. Iskolarendszerben 174 szakmát oktatunk, ezt az iskolarendszerben oktatott szakmákat új iskola típusokban. Ez azt jelenti, hogy következő év szeptemberétől technikumban és szakképzőiskolában tanulhatnak a tanulók, tehát a jelenlegi 8. osztályos tanulók már ilyen iskola típust választhatnak, technikumban végzést követően egyszerre kap érettségi bizonyítványt és technikusok levelet, a szakképző iskolában pedig kap egy bizonyítványt. A főigazgató elmondta, az új törvény több lehetőséget ad ösztöndíjak elnyerésére, a duális képzés esetén pedig munkaszerződés köthet a tanuló az adott gazdálkodó szervezettel, ami szintén plusz juttatást jelenthet a képzésben résztvevők számára. Szó esett ezek mellett arról is, hogy az utóbbi időben a szakmunkát is elérte a digitalizáció hatása, amihez mind az oktatásnak, mind pedig a vállalkozásoknak igazodniuk kell.
Azt mindannyian látjuk, hogy a munkaerővel szemben megváltoztak a követelmények, nagyon sok munkakör részei automatizálásra kerülnek, itt vannak a robotok a mindennapjainkban, az egyes szakmák digitalizálódtak, digitális kompetenciák vannak, és másfajta tudást, másfajta kompetenciákat vár egy szakembertől ma már a gazdaság, ezért ez a legfontosabb. Gurbanné Pap Mária hozzátette, ezek miatt az újfajta elvárások miatt van szükség arra, hogy folyamatos legyen a tapasztalatcsere a képzőintézetek és a gazdálkodó szervezetek között. Az új szakképzési törvény január 1-től lép életbe. Benzinár csökkenést hoz a Mikulás pénteken, bruttó 4 forinttal változik a 95-ös ára. A gázolaj ára továbbra is változatlan marad, 409 forintos átlagáron tankolhatjuk a héten. A benzin átlagára pedig 384 forintra csökken, írja holtankoljak.hu. Természetesen továbbra is fontos a tankolás helyének jó megválasztása, ugyanis a kutak árszabása között jelentős eltérés mutatkozhat. Jellemzően az autópályák mentén drágább az üzemanyag, így az időpont helyett fontosabb a tankolás helyére figyelni. Magyarországhoz visszatért Kárpátalja, ezzel a címmel nyílt kiállítás a József András Múzeumban, amelyhez kapcsolódva tudományos konferenciát szerveztek az intézményben. A múzeum igazgatója az eseményen bejelentette, hamarosan tematikus tárlatok várják a látogatókat a 100 éves trianoni békeszerződéssel kapcsolatban. Múlt hét pénteken a József András Múzeum napján nyitották meg a Magyarországhoz visszatért Kárpátalja című kiállítást, amely az ország 1938 és 44 közötti időszakának történelmi eseményeit mutatja be. A tárlat témájával kapcsolatban kedden tudományos konferenciát tartottak az intézmény dísztermében. Ez egy rollapos kiállítás, amely Kárpátalja történetével, meg ennek a időszakával foglalkozik 1938 és 44 közötti időszakkal, és ugye ennek a kiállításnak az anyaga, ezt 10 tabló törel fel, aki egy kicsit bővebben szeretne erről tájékozódni, ezért szerveztünk egy tudományos szimpóziumot, és a szimpóziumon pedig 4 előadás hangzik el. Ez ennek az időszaknak a politikai, gazdasági, hadtörténeti és kulturális eseményeivel foglalkozik. A konferencia főszervezője Drabantszem Róbert előadásában a korszak egyik jelentős politikusának, Teleki Róbertnek a törekvéseit mutatta be. Mint mondta, Teleki a nemzeti egység kialakítására törekedett, amihez 2 irányt választott, ám mind a zsidók elleni fellépése, mind pedig revíziós politikája zátonyra futott. Az egyetemi oktató kiemelte, noha ezek a döntések végül a politikus bukásához vezettek, a konferencián szerettek volna rámutatni törekvéseinek okaira. Picit abba az irányba szerettünk volna elmozdulni, hogy gondolkodjunk a történelmünkről, és mivel hogy látható módon mind a 2 megoldás, amit Teleki követ, nem sikerül, zsákutcás lesz, alapvetően úgy gondoljuk, vagy azt gondolom, hogy a hibáinkból is tanulunk el, és igazából csak a hibáinkból tudunk jó nemzetképet létrehozni. A célunk az lett volna, hogy rámutatva ennek a hibának a lehetőségeire, a céljaira, és ennek a tartalmát elemezve próbáljuk a nemzetfogalmat egy új értelmezési keretben lerajzolni, elvázolni. Az eseményen szó esett arról is, hogy a jövő évben 100 éves trianoni békeszerződéssel kapcsolatban a József András Múzeum tavasztól kezdődően tematikus kiállításokkal várja majd az érdeklődőket. Pályán elért eredmények alapján tovább jutott, egy óvás miatt azonban nem utazhat az országos döntőre a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei labdarúgó válogatott. A Lukács Tibor által irányított együttes 3 győzelemmel és 1 vereséggel zárta a Mezőkövesden megrendezett észak-keleti selejtező tornát. Az elmúlt hétvégén rendezték meg a megyei futballválogatottak észak-keleti selejtező tornáját, amelyen 5 csapat lépett pályára. A nyírgyulai edző Lukács Tibor által irányított Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei együttes 1 közös edzést és 2 felkészülési meccset követően utazott el Mezőkövesdre. Az első napon mindkét meccsüket megnyerték a szabolcsiak, Borsod ellen 2-1-re, Nógrád ellen pedig 3-0-ra győzött az együttes. Vasárnap először a Heves megyei válogatott várt a szabolcsi csapatra.
mivel igazán tétje ennek a mérkőzésnek olyan szempontból nem volt, hogy bármi az eredmény, akkor is az a döntő a Hajdú-megyei mérkőzés. Egy picit, tehát úgy nem azt mondom, hogy lazábban vettük, de kicsit lájtosabban játszottunk a mérkőzésen, nem álltunk úgy bele a páracokba, meg a játékba, hogy kellett volna. Így is az utolsó percekben kaptunk egy gólt, így vereséget szenvedtünk. Így utólag azt mondom, hogy ez nagyon-nagyon fájó vereség volt, mert így, ha tudjuk előre, hogy így fog lezajlani ez a mérkőzés, azért sokkal élesebben játszunk. Én azt gondolom, hogy tudtunk volna élesebben játszani, sajnos ez így alakult. A negyedik mérkőzésen a döntőn, ami azt mondtuk, akkora úgy gondoltuk, a döntő Hajdú-megy ellen játszottunk, nagyon élesen játszottunk, nagyon jól játszottunk, magabiztos 4-0-ás győzelmet arattunk, azt gondolom, hogy nem volt kérdés, hogy ki a legjobb csapat ebbe a mezőnyben, de ott bemutattuk, hogy mi vagyunk a legjobb csapat. A tornát a szabolcsiak nyerték 9 ponttal megelőzve a 8 pontos Heves megyei válogatottat. A hevesiek közben óvást nyújtottak be arra hivatkozva, hogy korábban a Nógrád elleni meccsükön az ellenfélnél jogosulatlanul szerepelt egy játékos. Mivel az óvásnak helyt adtak, a hevesiek a megkapott 2 plusz ponttal megelőzték Lukács Tibor együttesét. Nagyon fájó számunkra ez a óvás utáni második hely, mert én azt gondolom, mindenki úgy készült, hogy tovább jutunk ezen a tornán, bejutunk az országos döntőbe, én azt gondolom, hogy ott is lett volna esélyünk. Nagyon-nagyon rendes gyerekeket, srácokat, játékosokat ismertem meg, akik ráadásul nagyon jó focisták is. De nagyon-nagyon sajnálom őket. El kell képzelni, hogy hazaúton, amikor megnyertünk egy tornát, síri csend volt a buszon, tehát szívem hasat megértük, hogy ilyen, hát egy inkorrekt dolog miatt elestünk egy ilyen olyan dologtól, amivel azt gondolom az életük lehetősége lett volna. A döntőt ezen a hétvégén rendezik a Győr-Moson-Sopron megyei Lipóton, a győztes csapat pedig az amatőr Európa-bajnokságon képviselheti majd Magyarországot. A második helyet szerezte meg a hazai együttes a 26. Móric Kupa nemzetközi lányröplabda tornán, miután a döntőben 2-1-es vereséget szenvedett a Vasastól. A harmadik helyen az Újpest, a negyediken pedig a Jászberény végzett a 12 csapatot felvonultató rendezvényen. 8 magyar és 4 külföldi csapat részvételével rendezték meg az elmúlt hétvégén a 26. Móric Kupa lányröplabda tornát. A hazai élcsapatok mellett egy szerb, 2 szlovák és egy ukrán együttes alkotta mezőnyt. A csoportmeccseket követően már kieséses rendszerben folytatódott a torna. A házigazda Móric bejutott a fináléba, ahol a Vasas ellen 1 pontra volt a győzelemtől, végül azonban a fővárosiak örülhettek, Moravszky Gyuláni együttese pedig ezüstéremmel zárta a tornát. A bronzérmet az Újpest szerezte meg, a negyedik hely pedig a Jászberénynek jutott. Játszmavesztesség nélkül jutottunk el a döntőig. Azt gondolom, hogy beleremegtünk egy kicsit, nem hittük el, hogy tudunk győzni. Az első szettet 25-20-ra nyertük, és a második szettet 24-20-ról buktuk, veszítettük 26-24-re. Azt gondolom, hogy ezt a pillanatot is tudni kell megélni. Erre is el kell jutni, erre a szintre. Olyan szempontból nem sajnálom, hogy nem nyertünk, mert szerintem ebből nagyon sokat tanultunk most, megtanultuk a leckét, hogy nincs vége 24-nél, és a legutolsó pontot a legnehezebb megcsinálni. Aztán építkezünk ebből, mindenképpen dolgozunk tovább, megyünk tovább. A névadó intézmény vezetője annak örült, hogy sokan voltak kíváncsiak a hazai csapat meccseire. Felemelő érzés volt a döntőt látni, érezni azt, hogy a gyerekek mindent megtettek azért, hogy kiküzdjék és a legjobb formájukat mutassák. Én úgy gondolom, hogy akik itt voltak, ragyogó mérkőzést láthattak. Én büszke vagyok a gyerekekre, ahogy teljesítettek. Az ezüstérem nagyon szépen fénylik. A móricos lányok a jövő héten a szlovákiai Eperjesen lépnek pályára egy nemzetközi tornán. A hazai porondon pedig az országos gyermekbajnokságban és a diákolimpiai sorozatban szeretnék gyűjtögetni a győzelmeket Moravszky Gyuláni tanítványai. Kiesett a Magyar Kupából a kisvárdai futballcsapat. Dajka László élvonalbeli együttes az MB3-as Pécsi MFC otthonában szenvedett 1-0-ás vereséget, így elbúcsúzott a sorozattól. Most pedig híradónk végén, jöjjenek kiemelt híreink még egyszer néhány mondatban.
közel 40 főnek biztosít majd új munkahelyet a Kiskertészek zöldség és gyümölcstermelői Kft. Beruházása. A cég több mint 800 millió forintból épít élelmiszer és táplálék kiegészítő gyártóüzemet a Nagykálói Ipari Parkban. Ebből az összegből 437 millió forint vidékfejlesztési támogatás. Az autóvezetéshez szükséges döntések és mozdulatok 90%-a a látástól függ, ezért a szakemberek szerint télen a teljes szélvédőt hó- és jégmentesíteni kell, nem csak azt a kis felületet, amin kilát a sofőr. A látni és látszani kampányban a világító berendezéseket is ellenőrzik. Egy szennyezett fényszóró például világítási teljesítményének legalább 30%-át elveszíti, ami télen különösen balesetveszélyes lehet. Január 1-én hivatalosan érvénybe lép a szakképzés átalakításáról szóló törvény, amelynek kapcsán szerdán konferenciát tartott a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A tanácskozáson kiemelték, a jövőben szorosabb együttműködés lesz a képzőintézetek és a vállalkozások között, a tanulók pedig nagyobb juttatást kaphatnak, mind az ösztöndi, mind pedig duális képzésben működő munkaszerződés által. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták december 4-én szerdán. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon visszanézhetik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra! Csütörtök reggelig túlnyomóan borult lesz az ég, párás, ködös idő várható, éjszaka zúzmarára is számítani lehet. Olasz szitálás, húszárengózás egyaránt előfordulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, annál a mínusz 10 és mínusz 4 fok közé süllyed a hőmérséklet. Napközben is sok lesz a felhő fölöttünk, a köd mellett pedig szitálás, húszárengózás is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 4 és plusz 1 fok között alakul. A következő napokban az ország legnagyobb részén jobbára borult párás idő várható, csak kisebb körzetekben lehet napos az idő. Érdemi csapadék nem lesz, és a hétvégére néhány fokot emelkedik is a hőmérséklet.